hát ez hülye. Ja. Az a baj, hogy gyanús, hogy kidodzsolja. Jó, tehát az egyik legjobb támadásunk semmit nem ért. Úristen. Fú, de jól nézett ki az a támadás, ti jó Isten. Volt, igen. All marks of the unprepared. Jaj. Jó lenne megölni ott a hátsót. Hátsókon. Legalább leszedjük a cuccot róla. Burn, meg bleed, ó oh, Jézusom, minden is van már Lordfén. A rohadt téven. Na mondjuk ez gond. Baj, 75% mínusz. Szerettük. Ez utaság volt, hílelni kellett volna. Igen. Ezt elrontottam, elkapkodtam. Hoppá, Lordfén, itt oda nézzetek, bekeményít. Nagyon szép, nagyon szép. Gyönyörű munka. Itt már leesett a damage, mínusz 90%. Anyás, a kritikálos néni kédet azt. Na, szia, viszlát. A simple variable. Fú, ez... Ez durva volt. Ez durva volt. Ez durva volt. A loathing whispers. Jesus. Ja, hogy tele vagyok overburdened, nagyon jó. Mit dobjunk ki? Hát amúgy ez kidobható. Szóval shift, click, jó, és akkor meg vagyunk. Nem fér többbe. Hol vagyunk? Ottan járunk. Jó, jön egy újabb csata. Hú,
azért ez vad volt ez a csata az előbb. Combat item nem fér a karakterhez. C betű. Neki van. Szinte mindenkinél van, nem használtam el. Ha igazából annyi, hogy ki lehetne cserélni ilyen trappre az egyiket. Opa. C, illetve I betű. Azt mondja, hogy trinket, stagecoach, combat items. Ez ilyen bleed-es. Ez bleed resist. Ezt kicserélhetjük, mert mondjuk ezt nem használtam el. De mondjuk, hogyha Santorónál nézzük ezt, akkor mondjuk kicserélhetjük így. Ja. Tele vannak. Nem gond, semmi gond, én nekem is csekkolnom kell. Na még egy ilyen? A rohadt télen. Tele vagyunk fanatistákkal, gyerekek. Meg kell őket rakni, én azt hallottam. Mekkora az arc. Úristen. Jézusom, de ronda vagy mind a ketten. Ezek ikrek. Fixen mondom. Fixen mondom, hogy ikrek. Judgment. Calculated generosity. What a welcome one. És egy 19 szép. Nem. Anyád. Santoro kapott egy pofont, Lord Fairy is. Santoro ismételte. Itt nagy rokizások mennek. Ott az kritikál jellegű. Gyere ide. Gyere ide. A rohadt szemét. Mit leszettük ezzel a kombót sajnos. De tudunk rárakni még. Éppen kombót. Várjál, kijön utána Vestal jön. Tehát lehet, hogy inkább kéne damage-elnünk az elsőt, és a Vestallal befejezni. Mennyi HP-t van? 8. Ok. Igen. A Judgment. Még mindig Death-tor az anyádat. Ne üssélje neked! Haló? Hileljél magadon, viszont hátra került, az olyan szempontból áll, tud jó lenni. Cseréljetek már helyet. Fejezzük már ezt be, ez az, nagyon jó. Persistence will overcome even the greatest of threats. Még úgy kitaláltam, hogy még hogyha... kénytelen vagyok a hullát, vagy visszamozgunk. Pedig itt van a nagy lövésünk. Ha nem, akkor visszamozgok. Na, most meg ide jön a paraszt. Most használjam el ezt, várjál. Mennyi HP-d van? 11. Nem kockáztatok. Ha meg még a tűz is, nagyon jó. Jó, megkombóztatjuk a bulit. Pont nincsen még annyi, hogy tudjam healálni. Mert hogy nem annyit sebződött. A majd most. Ja nem. Jó. Az mehet. Ott is van halálajtós. Jellegét tekintve. Igen, és akkor most jön... Ott a halál.
The unrelenting application of violence yields morbid gains. Ezt egész jól megoldottuk, ott van a farkasfej. Rakás történt, jó, most mondjuk tele lesz a izé, viszont... Most elfogyott a heal itt, úgyhogy oda tudunk tenni ismételt. Ja, de nem ez, nem az. Nem ezt akarnám oda tenni. Kill corpses, remove izé, hát lehet, hogy a bandage-et fogjuk oda tenni. Jó, I betű, és akkor innen még el kell jutnunk. Yin kell majd healelni. Ott van gond. Ott abból még lehet gond. Sajnos ez a szomorú helyzet. Meg jó lett volna Enci rajta híve. Hello? Hello? Jó nagyot kihányok. Szia Viszlát. Szép volt, nagyon szép volt. Miért van healer is lehetne, csak nem tud. Tehát ugye az a baj, hogy 33% HP alatt kell lennie, hogy ő tudjon healelni. Ha jó napot kívánok, ez itt rakás volt. Konkrétan. Na már megint talán vagyok. A jó ég áldjon meg. Hogy ez a jaj. A gyertyát biztos sem dobom ki, normális. Hát ez nem kell, ez a izé. It's a go. Most igazán Enci behívelhetne plusz 10-et Yin. Ezt tudnám értékelni. Miközben megérkezünk valami nagyon gonoszhoz. Hűha. Hú, de rondák vagytok. Na lássuk. Kombat. Kombat. Lehet, hogy kombat. Tehát mehet a kombat. Gyere, ígyünk. Na jó. Azt mondja, fél damage-et fogunk csak rakni sajnos. De lejön elvileg és target. A hátsó kettőre nagyon nagy damage-et tudunk rakni, mert ugye ő most plusz 100%-on van. Csak hát ugye nekik van pajzs. A rohadt buffalós nénikédet, azt a buffalló mindenit neki. Melyik adja főként a buffokat? A gyertyafejű, ugye? Jó. Ugye ronda vagy, meg bleed, meg minden. Az anyámot. Jó. Azért arra ütöttem, mert azon volt a combo opció, tehát fix volt a dolog. Jó, ezzel elvileg mind a kettő halott. Yes. Igen, ezzel mind a kettőre lövök. Hát, ha meghal ő, nem halt meg a rohadt életbe. A fix creep sajnos. Nem baj, Lord Fairy bírja. Ő kemény. Hát ő is meg az egyiket, így is van. De nem Death Door! Nem Death Door! Miért van Death Door? Takarodsz a halálba. Úgy is van, nagyon jó. Bocsánat, kicsit beleélem magam néha a játékokba. Igen. Igen, neked ilyen van? Nincs. Nyavalúcsim is féreg. Jó, még valamelyest damage. Ja nem. Hát, hogy megint felraktad ezt a szart. Nani? Anyám. Another impediment cleared with impunity. Rock.
rak konkrétan. Jó, a sötétséget, mint olyat megszereztük, meg még egy trinket. De az ráadásul ilyen izé... arany jellegű trinket. Na várjál, meg két dolgot kell kidobni akkor. De most... ugye van ez, meg van ez, ez a... buffolt verziója ennek, tehát ez... kuka. Még egy tárgyat ki kéne hajintani. Most ami nekünk nem szükséges, az nagy valószínűséggel... a tinderezős, vagy én nem tudom. Úgyhogy szerintem ezt se fogjuk használni. Jó. Ja, a Tinder neked semmire nem jó. Kösz. Jó, itt vagyunk. Akkor jövünk ide, amit nem tudjuk, hogy micsoda, és utána még vár ránk a rakás. Ó, gyerekek. Mondjuk HP-ban nem vagyunk túl jól. Szeretném megjegyezni. Inventory full, nem bírtuk fölvenni, pedig HP. És most megtámadnak minket, mert nincs már. Ne. Work fast, and fight even faster. Teljes kiállítás van ott. De jó. Pont nem tudtam ütni ezt a rohadt disznó. Persze tett fel a pajzsot, te bunkó. Na most neki kell, nagyon jön. Nem már, hogy levétel, hogy mi van? Measure out your violence and apply it judiciously. De hogy mindig Santorónak kell szerelni, az egy kicsit vicces. Mondjuk már neki nincs damage-e, tehát hogy igazából ilyen szempontból whatsoever. Jó, ő halott, és akkor őt kéne a sötétből előcsalni. De mik ezek a kritikálok tőle? Hát fejezzed már be. Nyakonverés. Szia, viszlát. Oké. Onward. Jó, meg védtük önön magunkat. Albeit unsteadily. Igen. És akkor most tudunk tovább menni, mert lett egy pajzsunk. Állj. Szóval a következő történt, hogy vettünk volna föl tárgyat, csak nem tudtuk fölvenni, mert tele van, és ráadásul pont heal lett volna, tehát hogy igazság szerint ez így probléma. Tehát kéne kidobni olyan cuccot, ami valószínűleg nem fogunk használni. Csak hogy legyen legalább helyünk egy picikét, hogyha van mázni. Azért nem olyan rossz a team. Ja, egész szépen. Amúgy nem gondoltam volna, hogy ennyire fogunk haladni velük. De tényleg, azt hittem, hogy így elindulunk a második chapterbe majd itt, aztán gyorsan meghalások lesznek, de második területen vagyunk.
Ja, azt is ki akarom dobni, hírc, igen. Na jó, azt az agyas rohadékot kéne kiszedni. Ezt a szét buffolós anyádat. Mármint, hogy köszönöm a követést, I am Danny. Hello. Bocsánat. Hát ott minden van rajta, hallom? Persze, dodzsolt ki. Persze. Hogy mi? Ez mindenkire ütött, az egész teamre? Hát ez hülye. Persze, te paraszt. Fejezd be a buffolgatást, de nagyon gyorsan. Jó. Miért van? Hát nem ez kellett volna, hogy történjen. Amúgy alapvetően, én tudom már, tehát hogy ez fixen el van csalva. Na jó, akkor gyógyítsad meg magad. Jó. Semmi baj. Halálos ajtóban van. Mennyire vagyunk? Minusz 30. Hogy vagyunk? A következő ez a nagyfiú lenne. Akkor őt kéne kikapni onnan. De nem akar meghalni. Elutasítja a halált. Hát az anyámat dögöljé meg. Jó, egyedül maradt a kis csenevész dög. Úgyhogy... Get over here! ...and carelessness. All marks of the unprepared. Látható volt a miss. Jó. Mindig van az a damage izéje. Condition blocked. Emiatt? Nincs neki pozitív tokenje, de volt még az a... izé... a pajzsos dolog. Na mindegy. Lopni nem is tudunk még, mert nincs fejlesztve, tehát hogy egyelőre csak leszedni tud a képesség. A leprásnak találtunk egy cuccot. Na, akkor várjunk egy kicsikét. The loathing whispers. Tehát ezt ki kéne cserélni arra, úgy. A Tinderbox ez nekünk nem kell. Így ez dobható. Szerintem ez is eldobható, nem? A Dark Pulse, vagy ezt ne? Igazából ezt sem merem megkockáztatni, ezt a kettőt. Szóval, hogy az a fajta már felesleges gondolom, a következő terület nem ugyanez a tüzes lesz. Nem, az a halasas. Halas. Történetes lesz. Úgyhogy, ja, szerintem ezt is kidobhatjuk, csak hogy legyen, legyen helyünk. A két Dark Pulse nem egyforma. Ja, azt tudom, az vágesz. Mert ez Bleeding Rez, a másik meg Tűz Rez volt. Nála meg amúgy nincsen semmi.
figyelj. Most már van. Jó, és tárgy mindenképpen. Jó, van helyünk. Oké, és amúgy eljutottunk az innig, hölgyeim és uraim. Nagyon úgy fest legalábbis. Még menet közben bármi történhet, ledob egy atomot ránk a játék. Az mi volt az? De járatom szerintem. Mondjuk a helyzet az nem túl fényes. The roaring heart does much for the weary body. Na lássuk. Even more perhaps for the restless soul. Ó, miért van, hogyha 75%-nál nagyobb, vagy annál, vagy azzal egyenlő HP, ja nem, ha HP a kisebb, vagy egyenlő 75%, akkor a kört dodge-al kezdi. Azt mondja, amatőr armorsmith. 5% izével kezdi Santoro a kört. Lord Firinél jött egy weak. Azt mondja, melee skills minusz 3% crit. Ouch. Yee Hunter. A hum for every occasion. Toonhammer. Jó. Egy dudalászós lett E-Hunter. Oké. És megkaptuk az okkultistának a cuccot. Jó, mindenki kapott valamit. Jó, 6, 5, 3. Azt mondja, hogy akkor az okkultista cuccot kéne használnunk, gondolom én, aha, a damage-es dolog helyett. Az a rez az maradhat igazából, a bleed rez az jó. Oké. Ezt kicseréltük. Mastery. One learns quickly when survival demands it. Erre adjuk, hogy ellopkodjuk a plusz pozitívat. Igen. És akkor igazából erre lehetne még, hogy még nagyobbat sebezzünk. Round startra. Ez jó, mehet arra. Oké. Okay. Jó, in item, van egy kártyánk. Meg van egy ilyenünk. Ez plusz egy stresszt ad, de javítja a 80% esélyre, hogy javítja, csak nem tudjuk használni a vicious miatt. Ezt tudjuk használni. Nem discard, hülye. Hanem használd a csapaton. Majdnem elérmtem. Chance for negative banter on the road, ez a Toon Hammer. Tudod használni, csak a karakter kimaradt belőle. Na mindegy, kártyáznak egyet. Ne! Rohadt szemét. Spend what you can, or wealth no longer has meaning. Bad luck. If indeed it ever did. Jó, na várjatok. Azt mondja, hogy whisky bottle van-e? Vagy illetve mennyin vannak a HP-k? Hát, az nagyjából oké. Okay. Amúgy a kenyeret kéne beszerezni. Az ugye 32, és akkor van még 20 pontom, meg van az 50 izé. Tehát van egy kard. Jó, meg várjál, a stagecoach-nál kéne használni akkor a tárgyakat. Azt mondja, hogy ugye a medical gear-t felrakjuk, az kombózik ezzel. És akkor melyiket kéne? Nem a trappeset, ez a flapjack-es lesz az szerintem, amit mi fogunk használni.
ha csak nem találunk itt valami mást, azt mondja, hogy stagecoach item, na lássuk, mi ez? Igen. Igen, hát... Location trinketeknél, ez... Haló? 50-be kerül? Egy ilyet meg tudok venni, egy ilyen nagyon durva cuccod? Ez mondjuk elég jó, nem? Ja, de hülye vagyok. Hát bocsánatot kérek, nincsen 50 pénzünk, mert meg kéne javítani a stagecoachot. Hát vagy bevállaljuk, hogy így menjünk, amint komplett hülyeség lenne. Ó, mama. Palacsint a sütőnek csak akkor lesz értelme, ha mész hegyre, amúgy a következő innél vége a játéknak. Igen, mert ha nem megyünk kizébe, treasure akármibe. Vagy lairbe. Ami valljuk be, nem treasure izé, tehát lair. Tehát amit beszéltünk, hogy az valószínűleg egy erős vállalás. De figyeljetek, meg kell próbálni, nem? Ezt megjavítjuk, az fix. Meg kell egy lair boss-t ölni valahogy. Mastery megvolt, azt mondja, a 4 kenyér az fontos. Something to ease the rigors of the road. Ezt odaadjuk mindenkinek, hogy a HP-juk föntebb legyen. Igen. És akkor maradt 20 pénz, a 20 pénzből meg stresszt kellene csökkenteni. Ez 2 targeten minusz 2-t szed le. Ez minusz 1-et 2-n. És még javítja az izét is, ugye a whisky battle. Ez még mínusz 3-at és 8-ba kerül. Aha, ebből ez mondjuk elég jó. Ebből van 2, az 16. Gyönyörű matematika. Nem tudok annyi mindent venni, mint amennyit szeretnék. Ezt így szeretném kijelenteni nyomatékosan. Hát figyelj, ez 3-at, ez 2-t 2-n, ez viszont csak 1-et. Na várjál, matek. Hát jobb lenne, ha 2-t veszek, az 3-at leszedünk itt, vagy 3-at leszedünk itt, akkor ez 2, ez 3, ez 3. Ha meg a másikat, akkor... Hát... Elnézést, ön matematikus? Alapvetően, tehát igen. Tudod mit? Így. És a másik meg 2-re mínusz 2. Így. És van 4 pénzem. És akkor az in itemek között, akinek a legmagasabb, az Lord Fairy. Neki ezt oda rakjuk. És akkor ő is 3-on, meg ő is 3-on van. És akkor mondjuk... Mondjuk így, és akkor remélhetőleg Santoro bírni fogja a gyűrődést. Bírom még a gyűrődést, ugye? Jó, azt mondja, hogy ez stresszet ad, de azért nem. Azt nem kérjük. Oké, okay. Select road. Everywhere in ruin. Everywhere in need. Jó. Itt választanunk lehet 3 útirányból. Ha a Shroudra megyünk, ugye van olyan küldetésünk, hogy valamelyik karakterrel a Shroudra kell menni, úgyhogy valószínűleg azért oda kéne menni. Itt amúgy is... Visit to Oblivion in Progress. Há nem, én ezt választom. The barnacled timbers of the coastal villages are sodden with salt. Így? And secrets. Annyira rossz, hogy nem lehet eladni a cuccokat. Annyira rossz, mert amúgy ezeket itt tökre eladná az ember, és legalább venne helyette valami olyat, ami számára hasznos lehet. Hát az durva lesz, nem baj, hát azért jöttetek ti is, meg én is, hogy dulvába nyomjuk, nem? Na akkor... Pihenésre fül. Orsz fújó szünet mindeközben. Jajjaj. Jajjaj.
Itt vagyok. Hát igen, szóval, hogy történnek itt a dolgok. While the heart still beats, desire will never die. Ámornyira, mint olyan. Jó? Aspiration unites the hopeful. Hopeful, minusz egy. Yee Hunternek a stressze, hogyha ezt használjuk. És Santorónál fordítva, és pont jó képességekre. És Santorónál pedig, ha ezt használjuk, akkor leveszi Lord Feliről azokat a vérzést, a mérgezést és a tüzet. Ha pedig használom a Lord Feelynek a gyógyító képességét, akkor Santoro is gyógyul 10%-ot. Soha nem volt még ilyen szerencsém, most fog a játék amúgy erre dobni nekem egy olyat, hogy az első fightnál meg leszek rakva. The Shroud. Keblemre mindenki! Fúj, de rohadt jól néz ki ez a map! Listless on the tide. Brined in noxious degradation. Na várjatok. Nézzük meg, hogy mi az, amit látunk. Ott van egy watchtower, odáig látunk. Az ott, mi a franc? Oázis. A place to calm one's mind. Jó. Igen, tehát el kéne mennünk. Felderítéses történet le? Aha, ott a ler. Igazából idáig, ha eljutunk bármelyik oldalról, mehetünk a lerbe. Nagyon jó. Az mi az az? Money. Kell-e nekünk a felderítés? Szerintem nem. Annyira nem. Vagy volt egy hírónak a izé. Nem, az nem volt most. Hírógól, hogy menjünk oda. Hát akkor harc, oázis, és utána gyertyavadászatos? Mehet. Irány az oázis. Mindenki máshova akart menni, ezért oázisba megyünk. Oh yeah. Viszont, hogyha a hal népség jönne, azok ellen nagyobbat megyünk. Anyád. Mondjuk miért csak őket? Nagyon jó. Oké. Okay. 25 HP-ja van a rovadéknak. Nem azt kellett volna ütni, hanem majd. Ha tudtam volna, nem figyeltem. Kapkodok. Igen, a tűzköpőnek sokkal nagy a speedje, azért jön sokat egymás után. Hogy rohadjon meg. Cooperation is the key. Jó, új hal. Helycsere. Hátra damage. És a stress minusz. An opportunity. A fenébe. Squandered. Jó! Nagyon jó! Tök jó, önmagán nem gyógyít, de ő rajta gyógyít, hogyha ezt használom. Wow! Érdekes.
kapták. Nem tudom, Martin, nézted-e a bal felső jelöléseket? Nem. Nem néztem. Heat Shield. Ilyenünk már volt egy, vagy van egy. Milyen bal felső jelöléseket? Itt a harcnál nyilván, de hogy ott nem figyeltem. Nem figyeltem. Mi volt? Refreshing commune unburns the mind. Na, azt mondja, hogy friendly home full, stress minus, flame plus. Few supplies. Ez a két opció van. 90-en van. Oké. Egy oázis az úton. Ritka kincs. Na, akkor most kéne kitalálni, hogy merre. Menjünk itt középre, ez mínusz egy kerék. Ha innen megyünk, akkor ide tudunk jönni. Onnan lehet, hogy el tudunk menni hospitálhoz, Hoarderhez, vagy Hoarderhez. És akkor, aha. Bevállaljunk mínusz egy kereket? Vagy inkább Watchtower? Mit mondanak embereink? A legtöbben Watchtower felé mennének. Hát mondjuk megoszlik a vélemény. Gyerekek, én bevállalom a kereket. The unknown awaits. Be wary. A gyertya miatt jövök erre. Elvileg gyertyafarm körön vagyunk. Elvileg. Igen, itt kapta a cuccot, igen. Szedjük szét ezeket a undormányokat. Rohadt jól néz ki ez a pálya. Ez a pálya is. Inkább muszáj így mondanunk, mert tényleg. Jó, és akkor megérkezünk. Shrine of Reflection. Jó, azt mondja, hogy itt hagyós. Echoes of the Past. Na várjál, ez a story karakteres? Vagy mi? Karakter story? A Hero Shrine. Ja, csak itt más a neve. Á, oké. Okay. Hű, na várjál. Hát akkor mehet a... leprásos. Leper. Chapter 1. Shun them not. Despite the protestations of his royal advisors, he would visit with the sick and dying, providing them what comfort he could. Huh. Szóval a társaink a stresszt rakják ránk. Nem, a izék rakják ránk a stresszt. Sorry. Értem. Tehát ő segíteni akar ugye az elesetteknek, míg a tanácsadói hátráltatják igazából. Á, értem. És amiatt, hogy nem tud oda jutni segíteni, az stresszeli őt föl. De jó, ki van találva. Még mindig nem tudok jönni, de már konkrétan felein van a stressz.
hátra küldött a rohadt paraszt. És megint leg hátul vagyok, hogy rohadnátok meg, hát komolyan. Csak muszáj szednem le a stresszt, mert azért az megy folyamatosan föl. Az legelől vagyunk. Most kéne, hogy mi jöjjünk, mielőtt hátra löknek a üzék. Tanácsadok, jó? Még egynek segítettünk, és akkor van még egy. Jó, lesz tanuljuk. Még mindig zseniálisan néz ki a játék? Abszolút. Abszolút. Más nem tudtam lépni, mert nem volt cooldown-on volt a többi. Jó, most kéne előre menni hármat. Igen, és akkor... Ne! Ne küldj hátra! Ez az. És így kapta el. Ailing and infirm were far less repulsive to him than the venomous whispers of his scoffing entourage. Okay, tehát egy break nevezetű mili támadást tudunk csinálni, ami az első kettő területre hat, és ignorálja a pajzsot, viszont önmagunkra 75%-kal felkerül a blindness, de a targeten meg removalja a pajzsot. Érdekes. Ez volt az első játék, majd a Darkest Dungeon, amit láttál nálam? Bocsánat, hát na. Az nem olyan nagyon rég volt azért. Pil. Azért még kell itt fújni a nózit. Szóval igen, ez a képesség, amit most megszereztünk, azért az ilyen túlpajzsozott enemik ellen azért elég jó tud lenni. Hogy leszedi a pajzsot. Tehát mondjuk, nem tudom, ehelyett kipróbálhatjuk. Azért a vaksággal operál, mert a lepra annak idején sűrűn járt látáselvesztéssel. Kösz az infót. Jó, akkor innen fixen egy irányba tudunk csak menni. 85-ön van a Yang. Nem Yang, hanem Lang. Azt, na hát azt hogy sikerült kikerülni? Azt akartam volna, se tudom így csinálni. Your blades, that we may properly excise our portion. De ez még nem is Lair, ez csak Dan, ugye? Dan Marino? Creature Dan. Azt mondja, fight? Fight? Vagy fight? Na most akkor szerintem... legyen fight. Idézője lesz csak Dan. Ha? Frenzied enemies. Hűha. Na menjünk. Ha, resist. Ott egy vakságba került. Jó, de mondjuk a dodge az lejöhetett volna, kösz. Nagyon nagy fók. A fók. Miért van rajtad az?
Ganz wahr. Az a baj, hogy... mi van, ha leszedjük róla ezt a kis cuccot? Loptuk! Az a baj, hogy megjelölték Santarót, az nem annyira jó, igen, mert akartam mondani, hogy ez probléma is lehet. És Bleeder cserébe meggyógyít. Ennyit sikerült gyógyítani, te szemét paraszt disznó! Édes Istenem! Hát egyet nyomott rajta végül is. Ezt nem hiszem el, hogy nem tudok támadni rájuk. Pusztulj, pók! Hold fast, for who knows what lurks in the beyond. Még mindig rajta van ez. Hogy a fakkom. Nem. Hogy még mindig ott van, hogy 50% eséllyel eldodzsolja. Mennyi HP-d van? 12. 4-et tudunk így amúgy rajta. Hát híleljünk. Ezt elnyomom azért, hogy ő tudjon hílelődni. Jó, az egyik pókot kiszedjük. Az anyád mindenségét. 8, hát az is valami. Az egy jó dodge. De ez mekkora kamu? Az mekkora kamu? Ő hogy nem? Persze, 75% esély volt, hogy kidodzsolom, persze, hogy eltalált. Neki meg 50%-ra folyamatosan bejön a dodge. Hashtag XCOM. Büdös parasz játék. Na nyugi. Konkrétan halok. Na végre egy dodge. Eddig tartott. Végre eltaláltam ezt a hülye kutyát, de még mindig ott van ez a szar. Cooperation is the key. Leveszem ezt a szart, hogy meg fixen el tudjam találni. Erre nem. A kutya minden temetése után kap egy dodge tokent. Azért szedtem le az előbb a törrel, és néztem, hogy majd utána jön a kultista, és akkor mondom, na jó, majd akkor izé. Úgy majd jó lesz. Na most jó lesz. Straightforward. Not defective. Jó. HP az meg nem nagyon van. Lehet, hogy itt maradunk. And apply it judiciously. Thank you.
fú, vegyük le a izét, mert következő támadásom 50%-kal nagyobb damage. Mondjuk azt a négyet, azt amúgy már az első kettőre kéne valamit csinálnom. Igazság szerint a következőm az okkultista lesz. Az okkultistával tudok a hátsó kettőre támadni, azzal ki fogom tudni szedni valószínűleg ezt a hátsót. Ő valószínűleg kidodzsolja, ha csak nem szedem le. Tehát inkább az első kettőre, bár ő most leszedik valamennyire a izémet, damage-emet, de most eleve van 50%-kal nagyobb damage-em. Egy! Milyen... Akkor jó van akkor. Persze. Ja, de... Köd anyádra. Mármint a Jézusom. Na. Jogi. Többet nem használhatom. Nagyon jó. Ez... Örömmel hallom ezt az információt. Ezt akartam elkerülni, nagyon bíztam benne, hogy annyival többet fog damage-elni, de nem. És egyből megeszi a hullát? Nem, előbb rám kritikál. Elvesztem meg a hullát, jaj de jó. Miért maradt ott a pajzsa, amúgy? Meg miért deathdoorozik amúgy egy... Nem, ez az ellenségnél deathdoor, ezt továbbra is fenntartom, hogy a szemétség ne továbbja. És akkor ez most fogja megeszni. Foundation of trust. Jó, legalább egy miss. Lehet, hogy ezt kellett volna, hogy ne tudja megenni. Nem, most befejezzük. Nem, pedig én elhittem. Yay, túléltük!